Ilyenkor még az utolsókat rúgja a cukkini, vagyis még mindig ad egy-két termést már június legeleje óta. Már nem tökéletesek, de azért még jó zsengék és nagyon finomak. Úgyhogy egy nagyon egyszerű receptet mutatok, egy zöldség spagettit, egész pontosan cukkini spagettit. Nagyon-nagyon nagyot aratok itthon, nagyon nagy sikere van, mert nagyon jól lehet vele lakni, teljesen hozza a megszokott spagetti ízt, viszont nem hízlal annyira. Aki nem eszik állati eredetű ételt, vagyis vegán, nyugodtan hagyja ki a szalonnát, és tejszín helyett használjon kókusztejszínt, vagy mandulatejszínt, vagy rizstejszínt, azzal is nagyon finom lesz. Én szalonnával készítem, úgy kezdem, hogy egy kicsi olívaolajon kiolvasztom a szalonna zsírját. A megmosott friss cukkinit pedig egy kis eszköz segítségével, ami mindenütt kapható már, fogom és spagettivé reszelem. Ne legyenek előítéleteik, mert tényleg az igazi, hagyományos ételt kedvelőknek is szokott ízleni. Természetesen ezeket a zsenge cukkinikat héjastól fogyasztjuk. Ilyen méretű cukkiniből azért fejenként kettő kell, mert nagyon összeesik. A közepét azt nem használjuk, az látják, itt is marad. Így szépen ilyen gyönyörű lesz. Ez körülbelül egy adag lesz egyébként. A forrásban lévő vizet megsózzuk. Amíg újra fel nem forr a cukkinivel is a víz, csak annyi ideig hagyjuk benne. Ez pár perc, maximum 3-4 perc. Addig jöhet a fokhagyma is a szalonnára. Ezt is csak ilyen kis karikákra vágjuk. Jöhet rá néhány finom magyar koktélparadicsom. Ezt is egy nagyon picit átfuttatjuk a forró szalonnazsíron. Jöhet a tejszín. És ebbe pedig egy kis bazsalikom, friss bazsalikom levél és petrezselyem levél. Mamaci, éhes vagy, babám? Érzed a finom illatokat, ugye? Úgy is néz ki, mint aki annyira éhes, nem? Jöhet ez a sok-sok zöld bele. Úgy, kész a mártás. Igazán gyors és nagyon-nagyon finom étel. Meg is van. Ezt csak átszűrjük gyorsan. Látják, így összeesik, úgyhogy azért mondom, hogy a két közepes cukkini az pont egy adag. Jól lecsepegtetjük, és tűzforrón beletesszük a forró szaftba. Azért kell jól lecsepegtetni, hogy ne legyen majd vizes a mártás körülötte. És egy kis reszelt parmezánnal tálalhatjuk is. Kész! Ennyi! Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az 1.hu receptkeresőjében.